A külkereskedelmi forgalmunk az elmúlt pár évben már mindig messze meghaladta 3 milliárd eurót, tehát ebből is látszik az, hogy az egyik legfontosabb külkereskedelmi partnere Magyarországnak az Franciaország. Fontos azt látni, hogy ha 1989-től kumulatíven nézzük a befektetéseket Franciaország számáról Magyarországra, a működő tőkebefektetéseket, akkor elértük a 10 milliárd eurós befektetést. Ez egy fantasztikus dolog, és ez is megmutatja azt, hogy mennyire komolyan kell vennünk azt, hogy a francia iparnak a csúcsa itt Magyarországon ilyen jelenlétet képvisel. Ez 2001 óta több mint meg háromszorozódott a magyarországi beruházás Franciaország részéről. Jelenleg több mint 400 francia cég működik Magyarországon, és 52 ezer főt alkalmaznak. Tehát ez is mutatja azt, hogy Franciaország tényleg kiemelkedően fontos partner a számunkra. Az ipari termelés fontossága a nemzetgazdasági szempontból nem hangsúlyozható eléggé, bár most is már dobogó közeli helyen vagyunk, de szeretnénk azt, hogy a következő 3-4 évben egyik vezetője legyünk Európának az iparosodás szempontjából. Szeretnénk, hogy a GDP-hez hozzáadott értékben az ipar az igenis nagyon jelentős szerepet töltsön be. És hát a járműipar fontosságát nem kell hangsúlyoznom a jelenlévők között. Mindannyian tudjuk, hogy a járműipar az egyik motorja a magyar gazdaságnak, és ez egy nagyon attraktív dolog most már a világ legnagyobb járműipari cégeinek, nem csupán az integrátoroknak és a nagy márkáknak, hanem a beszállítóknak is egy nagyon fontos célpontja Magyarország.